Sziasztok! Gábor vagyok, házipék, tartsatok velem, és süssünk közösen! Sziasztok, kedves házipékek! Hatalmas szeretettel üdvözöllek titeket ebben a videóban, amelyben a közelgő húsvétnak a jegyében isteni finom répatortát fogunk készíteni. A répatortának az elkészítése roppant egyszerű lesz, és nagyon gyorsan elvégezhető. Körülbelül egy 10-15 perc alatt el lehet készíteni a tésztát, és már mehet is a sütőbe sülni, úgyhogy álljunk is neki, és lássuk a tészta összetevőit. Az első alapanyag, ami természetesen elmaradhatatlan, az a Gábor a házipék finom pékáru liszt. Itt láthatjátok saját márkás lisztemet, amit a Magyar Családállátónak a forgalmazásába és termelésébe értek el. A linkeket a megszokott helyeken beillesztem, és természetesen, de hogy finom pékárukhoz, úgy süteményekhez is tökéletes. A liszthez már hozzá is lehet adagolni a további alapanyagokat, úgyhogy hozzákerülhet a liszthez a kimért és átszitált porcukor, és optimális amúgy a lisztet is átszitálni. Rendben van, hozzá kerülhet a receptnek a lelke, ami nem más, mint a reszelt sárgarépa, aminek lereszelésébe a Kenwood Cooking Chef gépem a segítségemre volt, pontosabban az egyik aprító, illetve reszelő egysége, és ahogy láthatjátok, nagyon szép finomra lereszeltem vele. Miután a sárgarépa is belekerült a keverőtába, a további édesítő elem vaníliás cukor lesz. Továbbá ízesíteni fogja még a tésztát egy kevés fahéj. Nagyon-nagyon szuperül fog párosulni ennek a répatortának az ízvilágához, hiszen a répás ízvilág mellett még egy kis citrusosságot is fogunk hozzácsempészni. A következő elem, ami belekerülhet a dagasztó tálunkba, az nem más, mint a sütőpor, hiszen a lazítottságról ez esetben a sütőpor fog gondoskodni. Az ízesítő elem, ami a citrusosságot megadja, az reszelt narancsnak és reszelt citromnak a héja, ez körülbelül egy darab narancsnak és egy darab kisebb citromnak a héja, de gramba is megadtam nektek a pontos mennyiséget. Érdemes bionarancssal, biocitrommal dolgozni, de mindenki ezt egyénileg el tudja dönteni. A tészta lazítottságát még a tojások fogják elősegíteni. És ahogy láthatjátok, ez a recept tényleg nagyon egyszerű, mert minden egyszerre belekerül a keverőtálunkba, tehát még nem is kell azon agyalni, hogy melyik az első elem, melyik az utolsó, mert teljesen mindegy, hogy milyen sorrendbe adagoljuk. Zsiradék anyagként napraforgó olajat fogok használni, a napraforgó olaj fogja megadni a répa tortának úgymond a répa mellett a szaftosságát és a szuper állagát. Így ebben a formában minden alkotó elem belekerült a keverőtálba, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy felhelyezem a keverőtálat a szuper dagasztógépemre, a Kenwood csúcsgépére, a Cooking Chef XL-re, és elvégezzük a keverőmunkát. Nos, ennek a tésztának a bekeverését akár egy habverőfejjel el lehet végezni, vagy akár egy szélesebb fejjel, mint ahogy a K-fejjel a Kenwood gépnek az esetében. Most a K-fejet fogom használni, úgyhogy föl is illesztem a gépemre. Majd pedig megkezdem a keverést, először egy picit lassabb ütembe, amíg egy nem ismerik a tészta, utána pedig egy picit fogok rajta gyorsítani. Rendben van? Hát itt aztán nem kell hosszas dagasztás, mint az élesztő tésztánál. Egy 2-3 perc keverés után a tészta nagyon csodálatosan összeáll, aminek mindjárt mutatom is a kitöltésnél az állagát. Nos, a tészta kész,
illetve a torta formámat is előkészítettem, hiszen formaleválasztó sprével alaposan kifújtam és egy ecsettel elosztottam rajta, de természetesen másfajta zsíradékkal, akár vajjal kikenve, picit liszttel kiszórva, vagy sütőpapírral kibélelve is tökéletesen működik. A lényeg, hogy el tudjuk majd választani a készsüteményt a falától, aminek a tésztáját most bele is töltöm ide a tortaformába, és hogyha megnéztek jól, akkor láthatjátok igazából, hogy egy egészen lágy, könnyed, laza állagot kellett, hogy kapjunk, amit szépen ide a tortaformába beletölthetünk, és természetesen ilyenkor már a sütőnk is elő van melegítve, hőlégkeverésen 170 fokon, vagy hogyha alsó-felső sütésbe dolgozunk, akkor egy 15 fokkal magasabb hőfokon. Nos, ahogy láthatjátok, előkészültünk, úgyhogy mehet is a sütőbe. A sütés után jelentkezem az eredménnyel, illetve még egy kis finom mázat is fogunk a tetejére, és egyéb dekorációkat is majd helyezni. 170 Celsius fokra előmelegített, légkeveréses sütési módba állított sütőbe kell behelyezni, és körülbelül 45 percig sütni. A sütés végén tűpróbával ellenőrizik az átsültséget. Nos, kedves házipékek, a répatorta kisült, nagyon jól néz ki, és már ki is hűlt, úgyhogy a következő lépés az a máznak az elkészítése lesz, amit a tetejére fogunk felhelyezni. A máz alapvetően porcukornak és a víznek a keverékén is alapulhat, de mivel szeretném azt is egy picit ízesíteni, így narancsnak a levével, illetve répának a levével fogom elkészíteni. Csak facsard narancslé is jó hozzá, hogyha valakinek nincsen eszköze a répalevet kinyerni. De most szeretnék nektek bemutatni egy olyan tartozékot a Kenwood Cooking Chef-től, amivel mindenfajta gyümölcsnek ki tudjuk nyerni a levét, vagy akár olajos magvatnak, hiszen ezzel a slow juicer tartozékkal az egyik oldalon majd a lé fog kijönni, a másik oldalon pedig a száraz pürésített anyag. Ahogy láthatjátok, répát és narancsot ide készítettem, most egy nagyobb mennyiségben fogok vele készíteni, hiszen meg is fogjuk ezt inni, illetve a mászhoz föl fogjuk használni, úgyhogy induljon is a dolog, és lássuk, hogy hogyan is működik. Ahogy láthatjátok, itt már a száraz anyag jön ki ezen a felén, és a másik oldalon már gyűlik a répalé. Mindjárt meg is fogom nyitni, hogy lássátok, hogy milyen szépen két darab répából milyen szépen ki tudjuk nyerni magát a levet. És itt ezt nyitva hagyom, utána már folyamatosan ott csurug nekünk a lé, a másik oldalon pedig jön ki a száraz anyag, ahogy láthatjátok. Én szerintem a Kenwood Cooking Chefnek ez az egyik legjobb tartozéka, aki szereti a gyümölcs leveket fogyasztani, annak mindenféleképpen ajánlom, hiszen ez tényleg egy varázslatos találmány, én úgy gondolom, hogy tényleg szinte bármiből ki tudjuk nyerni a levét, akár így külön a répalevet, de most szórok hozzá egy kis narancsot, a narancs az már lédúsabb, és ott már egy picit gyorsabb ütembe fogjuk kapni a levet. Ahogy láthatjátok, most már a száraz anyagnál a narancsot adja ki, és meg is mutatom nektek, hogy tényleg mennyire száraz ez. Tehát nedvességet szinte alig tartalmaz, itt van a répa is, a répa az teljesen száraz, meg sokkal szárazabb, mint a narancs. És hát a narancsos tálamnak eddig talán a felét, de még a felét sem használtam el, most már itt tele lett ez a kis telén. Ilyenkor el tudom akár zárni, ott gyűlik egyenlőre még a narancslé. Ezt pedig kiürítem, utána visszahelyezem ide, és folytatom tovább. Most, kedves házipékek, a gyümölcsleveket kifacsartuk, illetve a répa és a narancslé, a másik üvegben sima narancslé van, és abból a mennyiségből, amit láttatok, ennyi levet kaptunk tisztán, illetve ennyi száraz anyagot kaptunk vissza, ami igazából vagy szemétbe, vagy ahol esetleg olyan állat van, aki el tudja fogyasztani, akkor annak ott el lehet adni. Elnézést kérek. Ez most jó hangzott. Jó, rendben, térjünk vissza a recept bemutatásra. Jaj. Na, vegyünk erőt magunkon, és akkor csináljuk tovább a receptet. Oké, tehát most én a répás narancslevet fogom felhasználni, de akinek nincs ilyen eszköze, mint amilyen nekem, az be tudja szerezni a kuponkoddal 10% kedvezménnyel, vagy simán tud narancsot kifacsarni, és úgyis nagyon szuper.
Kitárázom mérlegem, igazából ezt érzéssel fogom csinálni, de nektek vissza fogom mérni, hogy mennyi répa narancslevet adtam hozzá a porcugorhoz, amit ide már kimértem, hiszen ezeknek az egyvelegéből fogom megkapni azt a fajta mázat, amivel a süteménybe fogom vonni, nagyon jól fogja ízesíteni, illetve díszíteni. Úgyhogy én egyelőre érzésre egy keveset hozzáadok, azt elkeverem benne, majd pedig szépen fokozatosan még adagolom. Csinálhatjátok akár így is, mert igazából az optimális állagnak az elérése a cél. De hát meglátjuk. Nos, elkészült az egyveleg, és mutatom is nektek az optimális állagot. Hát körülbelülre be lehet lőni, hogy olyan 30-40 ml-nyi folyadékot adtam hozzá, de igazából érdemesebb nektek is úgy csinálni, hogy apránként fokozatosan adagoljátok hozzá a folyékony összetevőt, az a répa narancslevet, és folyamatosan figyelitek keverés közben az állagát, hogy tényleg ezt a csorgó állagot kapjátok, de ne legyen túl híg, mert hogyha túl híg, akkor nem fog megkötni. Nos, a következő lépésben ezt a masszát föl lehet vinni a süteménynek a tetejére. Jó, és akkor az elkészült masszát fölviszem a süteményre, óvatosan rácsorgatom, utána pedig, hogyha szükséges, akkor egy spatulával egy picit eldolgozom rajta, mivel egy picit domború a süteménynek a teteje, ezért elvileg szépen le fog rajta csorogni. Egy picit hagyom, hogy magától csorogjon, és ezen az oldalon már nagyon szépen megindult, várok vele egy picit, és hogyha szükséges, akkor megteszek rá. Nos, igazából a máz az nagyon szépen folyik magától is, de akár még egy ilyen kis spatulával el tudom egy picit igazgatni, hogyha valahova esetleg nagyon sok kerül, valahova kevesebb, akkor így szépen el tudom igazgatni, és lassan megkapom a végső formát, és ez nagyon szépen rá fog kötni. A következő lépésben akár marcipán répákkal, akár egyéb ilyen kis díszítő marcipán elemekkel tudjuk a répatortát díszíteni, úgyhogy most már csak igazából ez jön, hogy ezeket ráhelyezzük, és később fölvágjuk majd. Nos, kedves házipékek, fel lett díszítve a répatorta, már meg is kötött a máz, és nagyon hamar, igazából körülbelül egy ilyen 20 perc, fél óra alatt nagyon szépen megköt. Egy szeletet már ki is vágtunk belőle a felvételen, amit láthattatok is, ami így néz ki. Nagyon csodálatos a bélzet, szerintem nagyon szuper lett, egy picit fordítom a fény felé, hogy jobban lássátok, és a máz is nagyon szépen dekorál, illetve a további dekoráló elemek, úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy megkóstoljam, hogy milyen lett, nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon finom. Hú, de ízlik. Azt a mindenit. Nem is emlékeztem, hogy ez ennyire jó. Miután lenyeltem az utolsó falatot is, bevallom nektek, hogy isteni finom lett, úgyhogy mindenféleképpen próbáljátok ki a receptet. Ez egy nagyon egyszerűen összedobható recept, és amilyen egyszerű, annyira nagyszerű, biztos, hogy az egész családot le fogjátok venni a lábáról. A dekoráció is nagyon szép, és még azt is nagyon egyszerűen el lehet készíteni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek alul nyomjatok rá egy lájkot, illetve nem felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornára, hiszen most sorba jönnek húsvéti receptek, további receptekkel is tudjatok megismerkedni itt a csatornán. Facebookon és Instagramon Gábor a házipék hivatalos néven vagyok elérhető, valamint a weboldalamnak a webcíme gaboraházipék.hu, ott az összes receptet megtaláljátok egy helyen. Hamarosan ismét újabb recept videó, addig is minden jót, sziasztok! A recept teljes írott formája a videó alatt megnyitható leírásban megtalálható.